Sziasztok, én Horváth András vagyok, és rengeteg kérdést szoktam kapni azoktól, akik érdeklődnek az elektromos autózás, meg az e-mobilitás, meg a napelemek iránt, hogy figyelj már, András, hogy hány amper kell a házamba, hány amper kell a lakásomba, milyen fali töltőt vegyek, milyen autót vásároljak, én ennyi kilométert megyek naponta, ahhoz milyen autót ajánlsz, és hogy az vagy egy millió ilyen kérdést kapok, és mindig azt szoktam válaszolni, hogy hát figyelj, van róla a videóm, aztán rájövök, hogy a legtöbben nem tudnak megnézni 100-200 videót az elektromos autózásról, meg az e-mobilitásról, viszont most Budapest szívében, itt a Fröccs terasz mellett az Erzsébet téren nyílt egy olyan hely, ahol minden kérdésre választ kapnak az érdeklődők, ez pedig a Moon City. Szia Zoltán! Szia! Köszönöm, hogy kikérted az italokat a Fröccs teraszról, amíg itt az intrót fölvettük. Mesélj nekünk, hogy mi az a Moon City, meg látom, itt van egy ID4, meg töltők, meg mindenféle ilyen kalkulátor, meg monitorok. Mi ez itt a város közepén? Hú, hát ez egy kicsit messzebbről kezdeném, hogy miért is vagyunk itt. Igazából az elmúlt 100 évben nagyjából az autózás az változatlanul szép lassan fejlődött, de a következő időszakban, nagyjából a következő 20 évben sokkal gyorsabban fog teljesen megváltozni, azt is mondhatom. És igazából ezt a változást szeretnénk egy picit idehozni egy emberközelibb környezetben, ahol nem kell elmenni egy bemutatóterembe, hanem itt a belváros szívében tudnak első kézből tájékozódni erről. Tehát akik érdeklődnek, mondjuk ez elektromos autózás lesz nagy változás, és én is ezért dolgozom, meg a Volkswagen is elég komolyan veszi az elektromos autózást, már évek óta iszonyatos mennyiségű pénzt tol bele a Volkswagen, 100 milliárdokat euróban, nem forintban. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok embert érdekel egyre inkább az elektromos autózás, és akkor ezek szerint nekik készül ez a helység, tehát ide jöhetnek mondjuk kérdezni bármiről? Tulajdonképpen igen, de hogyha már említetted a Volkswagen csoportot, valóban ugye nemrég jelentették be a New Auto stratégiát, ami kimondja, hogy 2040-re a Volkswagen csoport teljesen át akar állni 100%-ban elektromos autókra Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában. Ez ugye ez a három legnagyobb piacunk, ha így mondhatom. És hát azért a 2040 ez nagyon közel van. És annak érdekében, hogy minél gyorsabban, amennyire lehet, minél gyorsabban próbáljuk megismertetni a leendő vásárlóinkkal, hogy ez mit is jelent valójában, azt gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség számunkra. És igazából a Porsche Hungária, mint a Favi csoport képviselője Magyarországon, több lépcsőben szeretné ezt bemutatni, és ennek az első lépése tulajdonképpen ez a pop-up store itt a Fröccs teraszon a belvárosban. És ha jól hallottam, akkor majd lesz egy jóval nagyobb helység is ennél, mert hogy ez csak egy 3 konténerből álló üvegkalitka, amiben majd cserélődnek az autók, és hogyha minden igaz, akkor lesz egy 500 négyzetméteres ilyen Moon City is. Így van, igazából az első lépés majd az oktató tréning központunk lesz, ami megépül majd Budaörsön. Emellett fog megépülni az általad is említett Moon City, az 500 négyzetméteres bemutató terem, ahol tényleg egy nagyon exkluzív, nagyon impozáns környezetben tudnak megismerkedni majd az elektromos autózással, és nem csak az elektromos autózással, hanem az infrastruktúrával is, ami hát szükséges ahhoz. És talán ez inkább a legnagyobb kihívása, hogy ezt valóban meg tudjuk ismertetni, hogy váltsanak arról, hogy hány liter benzint vagy gázolat fogyaszt egy belső égésű autó. Itt ugye azzal kell majd számolni, hogy mondjuk kilowatt vagy kilowatt órákat kell majd megismertetni a leendő vásárlóinkkal. Meg különböző töltőfejeket, töltőcsatlakozókat, töltőoszlopokat, az sem mindegy, hogy milyen sebességgel töltenek ezek az oszlopok. Tehát egyrészt nagyon egyszerű az elektromos autózás, hiszen egy akkumulátor, meg egy villanymotor az egész, amit a mindenhol jelenlévő árammal feltöltetünk, másrészt meg iszonyú bonyolult. Pont most csináltunk oktató videókat nemrég, és akkor rájöttem, hogy ezt nem lehet egy videóban összefoglalni, és azt gondolom, hogy pont ezért jó a Moon City koncepciója, hogy itt személyre szabottan tudtok segíteni az embereknek. Tehát tudtok segíteni annak is, aki családi házban él, meg annak is, aki társasházban, az is, aki hosszú távot megy, megkaphatja a válaszokat a kérdéseire, meg az is, aki mondjuk csak a városi közlekedésre keres autót, és gondolom kifejezetten nekik szánjátok ezt. Van még ilyen Európában? Egy-két helyen már van, ugye a Moon City, maga a Moon márka, az a Porsche Holdingnak a töltő márkája tulajdonképpen, és igazából Szlovéniában, Szlovákiában már vannak ilyen példák, de abban egyedülálló, hogy egy világvárosban, a belvárosban, egy ilyen exkluzív környezetben, ilyen jó helyen, stressz mellett, alkoholmentes, csak mondom. Tehát, hogy a belváros szívében azért egy ilyen megjelenés egyedülálló, azt gondolom, Közép-Európában, úgyhogy erre mi nagyon büszkék vagyunk. De visszatérve arra, azért is fontos, mert nyilván vannak korai követők, vagy early birdok, akik átozzáig tudják ennek az egész történetét, meg hogy ez miért jó, hogyan tudja ezt majd használni, de azért a nagy tömeg azért nincs erre még felkészülve, nincsen minden infónak a birtokában, és nagyon kevés olyan ember van, aki ezt tényleg átozzáig tudja, és minden részletét tudja, miközben nagyon-nagyon sok újdonság jön folyamatosan az elektromos autózásban.
ez egy lépcsőfok, vagy egy mérföldkő számunkra, meg az ügyfelek számára remélem. Lehet, hogy igazából nem fog még elektromos autót venni, de már azért ott lesz a fejében, ellátogat ide, megnézi, kinyitja, megnézi a töltőket, tehát azért ez mind-mind olyan találkozó pont lehet, ami később egy elektromos autó vásárlásában fog majd megtestesülni. Hát meg itt van pont most a jó kis ID4, és azt is megnézhetik az érdeklődők, hogy miben más, mint mondjuk egy benzines, ugye a gördeszka felépítés, igen, nagyon nagy belső tér, elképesztően nagy belső tér van benne. És ha jól tudom, akkor a Moon az nem csak töltőket árusít, hanem komplett csomagokat. Tehát hogyha veszel elektromos autót, mellé a Moon töltőt, akkor akár napelemet is. Tehát egy komplett csomagot lehet megvásárolni, illetve ebben tudnak segíteni a szakértők. Így van, itt abban tudnak segíteni, hogy a minimális vagy alapinformációkat már itt meg tudjuk adni. És nyilván, hogyha komolyabban érdeklődik egy leendő vásárlónk, akkor mi az ő adatait vagy információival összekötjük egy kereskedést, vagy az által kilasztott márkakereskedést, ahol viszont részletekben menően akár egy tanácsadással, akár a helyszínen egy vizsgálattal meg tudják nézni, hogy adott kapacitások mellett milyen lehetőségek vannak bővíteni az elektromos hálózatát mondjuk egy családi háznál, vagy egyéb milyen olyan töltés lehetőségek vannak, hogy ő valóban érdemben tudja használni az elektromos autót. Hát ezért jobb ez a hely, mint mondjuk az én 100 videóm, amiben ezek tulajdonképpen benne vannak, de senki nem tud 100 videót megnézni, hiszen itt egyénre szabottan meg lehet ezt nézni. Úgyhogy én meg is fogom most ezt nézni. Nagyon köszönöm, hogy elmesélted nekünk, hogy mi is a koncepció, és akkor én most megmutatom a nézőimnek, hogy miket találnak belőle, és akkor reméljük, hogy minél többen jönnek. Gyertek minél többen, mert hogy ez a hely azért van, és majd mondok még elektromos ringa töltőket, meg napelemes telefontöltők is lesznek, úgyhogy érdemes ide nézni. Hát nagyon köszönöm, hogy elmesélted a koncepciót, akkor ezt most bemegyek és megnézegetem és megmutatom belül a nézőknek, mert hogy azért van itt elég sok látnivaló. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Egészségedre. Ha már itt vagyunk a Fröccs teraszon. Szia János! Szia András. Ismét! Mert hogy mi már találkoztunk, amikor félkész volt, és hogy nem gondoltam, hogy ilyen jól fog kinézni. Ó, igen, köszönjük szépen. Dolgoztatok keményen. Eltartott egy darabig, amíg ilyen szépre sikerült, bízom benne, mindenkinek tetszeni fog. Szerintem nagyon szép, és itt főleg a város közepén baromi jól néz ki ez a kis üvegkalitka, amiben itt van egy jó kis ID4, de mondtad, hogy lesznek más autók is. Milyen autók lesznek még? Igen, szándékunk van áll, ha már a város közepén vagyunk, szándékunk van áll megmutatni minden rendelkezésünkre álló elektromos autómodellt. Gondolkozunk az Audi-ban, Skoda-ban, Volkswagen csoportosokat természetesen. Lesz itt Audi, lesz itt Skoda, és nagyon várom én személyesen a Cupra Bont, hogy megmutathassam az embereknek. Azt én pont most láttam, és ez annyira jól néz ki az autó, egy ID3, de egy Cupra köntösbe, és nagyon sportos lett. Taycan lesz, Porsche Taycan, akkor beköltözök. Dolgozom az ügyen, igen. Beköltözöm az egyik kedvenc elektromos autóm. Szóval az a lényeg, hogy cserélődnek az autók, azt Instagramon meg lehet majd nézni. Az új autók cseréjekor Instagramon és Facebookon kommunikálni fogunk, úgyhogy mindenki tudni fogja, hogy új autó érkezik, és várjuk az érdeklődőket. Jó, akkor ezt majd ide kirakjuk azt, hogy milyen Instagramon tudják megnézni, hogy éppen milyen autó van az adott héten. Tehát az a lényeg, hogy meg tudják nézni az autókat. És mondjuk itt igen, azért kicsit kellemesebb, mint egy autószalomban sokan vannak, tehát itt kifejezetten csak elektromos autókról van szó, és itt van mellette egyből a töltő is. Tehát itt az a lényeg, hogy nyilván sokan bejönnek. Gondolom az első kérdés az, hogy mennyi a hatótáv. Általában elsőként azt szokták megkérdezni, hogy mennyit lehet elmenni, igen, egy elektromos autóval. És a második kérdés? És a második kérdés pedig nyilván, hogy fogom tudni otthon tölteni. Mi ezt is bemutatjuk, ez egy egészen egyszerű otthoni fali töltő, és az érdeklődőknek a technikai részletekkel tudunk szolgálni. Tehát, hogyha valaki bejön, hogy mondjuk neki van egy családi háza, szeretne egy ID4-et, és hogy azt hogyan töltse, akkor tudok abban is segíteni, hogy hány amperre lesz szüksége, milyen töltőt. Tudni kell azt is, gondolom, hogy hány kilométert megy, és ebbe ahhoz teszek, illetve a szakértők tudnak segíteni. Van, tehát ez a Moon töltő márkának, illetve a Moon töltőkörű szolgáltatásnak része a teljes körű tanácsadás. A felméréstől kezdve, akár az engedélyek beszerzésének támogatásán keresztül egészen a kiépítésig. Nagyon sokan találnak meg engem ezzel, úgyhogy kedves érdeklődők, akik szeretnének mindenre kiterjedő számításokat, hogy melyik autó jó nekik, milyen töltő, hány amper kell, mit lehet felszerelni, ki szereli föl, gondolom szervizcégek is vannak, akikkel kapcsolatban vagytok, tehát aki mindent meg tud csinálni, az ez a hely.
Ezért érdemes idejön, és egyébként tényleg nagyon sokan találnak meg ezzel, amiben én nem tudok segíteni, nem, egyszerűen nincs időm sem az, hogy havi több száz embernek így egyesével kiszámoljam, hogy hány amperre van szüksége a napi 40 km visszatöltéséhez, meg hogy mekkora a töltő teljesítmény. Ez így van, a feladat nem bonyolult, de szakértelmet igényel, és adott esetben jobb szakértőkre bízni. Jó, menjünk tovább, mert azért van itt, ott mi ez a képernyő? Van egy ilyen érintő képernyős cuccotok. Gyakorlatilag betettünk egy interaktív képernyőt, ahol egyébként a Volkswagen weboldal, és azon belül pillanatnyilag ugye az elektromos autók láthatóak. Itt mindenki kedvére konfigurálhat mondjuk egy ID3-ast, vagy egy ID4-est egyébként. Egy ID3-at akár. Jó, ezt gondolom meg lehet tenni otthon is, viszont itt a hostessek tudnak segíteni, hogy azért így melyiket lenni érdemes, igen, el, hogy az igényeit. És más azért látni az autót, igen, és közben konfigurálni, ki lehet nyitni az ajtót, bele lehet ülni, ez a lehet virtuális, érezni az új autó illatát, ami szerintem nagyon fontos. Virtuális konfiguráció, és egyből itt van élőben, hogyha pont ezt bekonfigurálja. A valóság is így van. Aztán gondolom itt mennek mindenféle videók. Igen, itt 0-24-ben filmek mennek, természetesen minden, ami a Volkswagenhez és a Moonhoz tartozik ezzel kapcsolatban. Egyébként az otthoni töltési megoldás bemutatása mellett kiállítottunk egy kültéri töltőoszlopot, amely például kis- és középvállalkozások számára tökéletesen alkalmas, olyan elszánt cégvezetők számára, akik már most elektromos autóflottában gondolkoznak saját maguk és a munkatársaik számára. Na, ennek nagyon örülök, ez egy probléma, hogy a kedves cégvezetők néztek, akkor gyertek el, és ha vesztek plug-in hibrid autókat, meg elektromos autókat a kedves kollégáknak, akkor ilyen töltőket ki kell építeni, mert hogyha nem tudja otthon tölteni, akkor nem fogja tölteni a plug-in hibrid autót. Tehát az elektromos autót az talán igen, mert az muszáj. Azt muszáj, de, de azt gondolom, hogy azt is sokkal jobb munkaidőben tölteni, mint mondjuk keresni az utcán egy utcai töltőt, elindítani tokennel akármivel. Tehát én azt gondolom, hogy ez úgy fog működni, hogyha a cégvezetők is belátják, hogy ha már spórol a cég automadón, meg mindenféle kedvezményt kap, meg viszonylag olcsó lehet most plug-in hibrideket venni, akkor ki kell építeni a töltőházadat, és ti ebben tudtok segíteni. Tehát a Moon tud ebben segíteni, hogy felméritek az igényeket, hogy hány kollégának lesz autója. Ott is nyilván nem mindenki használja egyszerre, nem mindenkinek kell tölteni naponta, csak aki bent van az irodában, a teljesítményt tudtok balanszozni, ezt mind meg tudjátok csinálni. Így van, ez történetesen a saját telepeinkön, a Porsche Hungária telepén is így történt, hiszen nagyon sok kollégám jár elektromos autóval, és amikor bejönnek a munkába, akkor el tudnak kezdeni tölteni. Uh-huh. Nagyon jó. Szóval akkor érdemes cégvezetőknek is idejönni, nem csak magánszemélyeknek is, bár azt gondolom, hogy a cégvezető magánszemély is, és előbb-utóbb neki is lesz elektromos autója, és akkor a kollégáknak is lesz. Én látom most ezt a folyamatot nagyon megindulni, és hál' Istennek, hogy működik. És akkor a cégekről visszatérve kicsit ide a belvárosba, nagyon sokan elektromos bringel meg rollerrel járnak, úgy tudom, hogy nekik is lesz töltési lehetőség itt. Igen, hamarosan töltési lehetőséget fogunk biztosítani a teraszunkon elektromos biciklik és rollerek számára. Mindenkit várunk szeretettel, aki a Fröccs teraszon szeretne meginni egy limonádet, találkozni a barátaival és közben tölteni a bicikliét vagy a rollerét, ezt a szolgáltatás díjmentesen fogjuk biztosítani. Nagyon jó, mert Marci is például elektromos bringával jött most, Marci, és akkor is tud tölteni. Nagyon szépen köszönöm, János, én még elmegyek kint, elköszönök, meg veszünk föl pár vágóképet, gratulálok a helyhez, és jó munkát nektek. Gyertek sokan, és izzasszátok meg a srácokat, válaszoltassátok őket kérdésekre, meg tegyetek föl kérdéseket, ők pedig segíteni fognak, hogyha pedig nem itt a hostessek, akkor pedig szakértők fognak segíteni. Hát mielőtt feltöltöm a napelemes padokon a telefonot, még elköszönnék, remélem, hogy tetszik az, amit a Moon City-t összehozott, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon hiánypótló szolgáltatás, nem kell megnézzétek a 100-200 videómat, azért nézzétek meg, hogyha lehet, mert azért az mindig jó, hogyha van a kattintás, illetve gyertek el inkább és kérdezzétek a srácokat, akár arról is, hogy mennyi a hatótávja az adott autónak, mennyi idő alatt lehet feltölteni, de minden másban is tudnak segíteni, és tényleg szerintem azoknak, akik érdeklődnek az e-mobilitás iránt, vagy elektromos autót szeretnének vásárolni, vagy csak egy töltőt kiépíteni, nagyon nagy segítség lehet, úgyhogy Fröccs terasz, Erzsébet tér, Moon City, én Horváth András voltam, következő epizódban találkozunk. Ciao. Ja, föltöltöm a telefonomat, most tényleg föltöltöm. Most olyan vagyok, mint egy modern Forrest Gump itt a napelemes padokon, nem? Mint ott az anyukája Marci, hogy az élet olyan, mint egy doboz csoki bombon, nem tudhatjuk, mit veszünk ki belőle a következőre, de mi tudjuk, mi az ampereket veszük ki az akkumulátorokból. Ciao.